Az aréna Savária aulájában megtartott emléktáblavatással kezdődtek meg szombathelyen az U23-as birkózó Európa-bajnokság hivatalos programjai. Ezt követően az ünnepi megnyitó keretében felvonták annak a 35 országnak a lobogóját, amelyek részt vesznek a kontinens vetélkedésen. Természetesen a versenyzők is szőnyegre léptek a nyitónapon, a magyaroknak két ötödik helyezést sikerült begyűjteniük. Román Tamás és Juhász Balázs is vereséget szenvedett a bronzmeccsen. Az U23-as Európa-bajnokság küzdelmei vasárnapig Tartanak.